Első kérdés, ha már itt vagyunk. Mikor találtad ki, hogy kapus leszel? Hú, nagyon korán, ugye édesapám is kapus volt, tehát úgymond bele is születtem ebbe a külön szakmába a focin belül, úgyhogy szerintem ilyen 5 évesen álltam először amúgy kapuba. Figyelj, mi most találtuk ki, hogy kapusok leszünk, és ha már itt vagy, akkor a te feladatod az lesz, hogy értékeljél minket, hogyha most kapusok lennénk, mennyire lennénk jók. Tehát, hogy érted, tehát pozitív értékelés, nem negatív, hogy hát majd legközel, meg hogy amúgy kurva szarok vagyunk, hanem majd... Így, hogy még nem láttalak, de látom a felépítésed, szerintem már bukó. Miért akkor miért kellene egy jó kapusnak, magasnak össz? Hát úgy, ahogy igen. Nem, azért nagyon összetett dolog. Ugye a futball is változott, a kapusposzt is változott az elmúlt évek alatt. Tehát legalább olyan fontos, hogy lábbal ügyes legyen, mint majdnem a mezőjátékosok. A trükköket azt tudom. De azért megnézem, hogy milyen, hogyha 2-3 csatárt támad egyszerre, akkor megoldod el. Megoldom. Ebben a videóban hogy tényleg erre keressük a választ, hogy mi kell ahhoz, hogy jó kapusok legyünk, és lesz 6 különböző értékelésünk, mint a FIFA kártyánál, és Dávid lesz a referenciák, megnézzük, hogy hozzá képest mennyire vagyunk jók, vagy éppenséggel rosszak, és az első játékunk az a batak lesz itt mögöttünk, ahol a reakciónkat fogjuk megnézni, hogy mennyire jó. Az eszközt az Event Innovations biztosította számunkra, próbáljátok ki ti is magatokat ellenünk, az MLS vagy a Fradi szurkolói zónájában. Erre lesz 60 másodpercünk, itt a táblán van 12 darab gomb, és értelemszerűen amelyik felvirrel, azt kell leütni, akinek legtöbb leütése lesz, az nyer. Egyébként ebben a játékban a világrekord, ha jól emlékszem, akkor 152, de azt mondták itt a srácok, hogyha már 70 körül testünk, az elég jó, úgyhogy meglátjuk. Mi ez a beállás? De élethűen kell, nem? Mert persze, de meccsen is néha itt szembe jönnek veled, és akkor bezavarnak, mert nem mennek, ütköznek egy kicsit. De egész jó. Ott figyelj, ott. Megvan mind? Jó. Amúgy nem lehet kizökkenni, nem jól figyel. Nem kizökkent csak. De nem, hát ilyenkor felugranak veled, ütköznek egy kicsit. Anyukádat elkezdik szidni. Ezt nem adjuk. Néha még be is kiabáljon, valaki kiabáljon hátulról neki. Nem? Ide koncentrál. Van mi? Ilyen 55. Nehogy lejösszenek. Mennyire jársz? Időben, hogy állok. Menjön, hogy állok. Jó, ez nincs. Még van 4 másodperc. Az a cumor, ugye, ott is, meg ott. Itt meg... Menj rá, 73! Ez hogy? Hallod a combom, az most így álltam végig. Nem, ahogy ez mind egy igazi kapus, nem? Fogja. Ugye a beállásod, de lehet, hogy az a... Nem, de süllyedés, hogy jó volt, nem? Jó volt, szegesen. Ugye? Nem. Nagyon jó. Zavarjuk mi is. Gróf az arab. Minek? Gróf a pénzéje. Ezért fizetünk? Mi magyar állampolgárok? Nem. Az nincs. Nincs. Nem világít egyik, se várja. Hol egy elég? Hallod, kettőt nem tudok közel egymáshoz. Menj már amúgy, most gyorsabb vagy, mint a bálint. Nem is hívja. Ez közel van, de... Szerintem ugye jön majd a... Menj már! Rossz periódus. Igen, mindig szóval. Hol nem vagyok, hegyek? Bár az alsósat még kéne adni neki. Jobban van. De! Persze, ne dobja a lóra! Áááááj! Az igen! Megérdekel, hogy mondták, hogy Zalasok a gyengéim, akkor látszott, azoknál nem alatt. Gyerünk már! Hol van? Csináljad! Szedd már ezt a magad! Hol van, bazd meg? Ott van, ott világít, az is. Mondjam, ugye, a szám 4-es. De 4-es, 6-as, 5-ös. De most te tudod, hol vannak? De ott tudom, hát én csak ütögetem. Ja. De jól csinálod amúgy. Igen, jó lassú. Annyi, ó, hogy... annyi pontom csak lesz, mint figyelj. A Debrecennek, bazd meg. Négy elégünk egyelőre. Figyelj, 50-re jó, hogy eddig. Hagyjatok meg. Nyomjad csak.
Ez így. Nem szietünk, Zoli, nem. Negatív rekord mennyi? Lehet tudni. 50 alatt lekérjük a gépünk. Ne, nem érve, csak bal kézre ad, bazd meg, nézd meg. Hát de akkor nyúljál keresztbe. Hát de az gyengéke lesz, én csak ezt keresztül. Na, egész jó. Meg amúgy én nem ütöm szét a gépet, én vigyázok rám. Én se ütöttem szét, megnyomt magamba. Nem, hát szavart őt eléggé a gép. Hihetek. Hát ezt átvágjuk. A FIFA kártyának következő statisztika az, hogy milyen messzire lövünk, illetve dobunk, bár a pontoság is hozzátartozik, de ezt most így elvetjük, tehát megnézzük azt, hogy ki milyen messzire tud eltalálni. Amúgy érdekesség, hogy Guinness Record szerint Ederson 75 méterre tudta kirúgni a labdát kézből, ezt fogjuk most egyértelműen simán és könnyedén megdönteni. Tehát hármat fogunk dobni, amelyik a legmesszebb megy, az lesz a mérvadó. Szerintem most kezdem én, mert bennem van a 58-as reflexem után az egész. Hogyan kell kidobni amúgy? Csak így kicsit lépjél neki, jaj, vegyél jaj. Egy kis... Kislabda dobásban meg volt az ötös gyerek. Kb. Ez a mozdulat így. Jobb kézzel dobsz, bal lábad elől. Mi van? Jó, értem. Na, nem is rossz. Tessék, fél pályán túl, bravo. 45-ből 16, 31 méter, kész. És ezt miből számoltak itt? Matematikusan? Hogy miből számoltak? Ezt kell ne vicceljem. Hát matematikus, de ez jónak számít, nem? Na, hogy számít jónak? Nem, ő nem figyelt. Kicsit elhúzta oldalra. Jó, az 30-as. És akkor most nekem is kéne, ugye? Hát hidegen. Neked kéne. Hidegbe, nyugiba. Speciál, nincs nyomás, 31 méter. Hát! Az biztos, hogy nálatok hosszabb, de... Na, még egy hogy nézzem, csak úgy kíváncsiságol. Szerintem amúgy közel voltam. Most nem mondhatják. Dehogy 20 centivel voltál túl a félpályán. Az igen. Nem, oldalról. Ezt hogy kövessem le? De hogy veszed a lendület? Alulról... Nem is értem. Ne jössz tippja a másodikkal. Nyomjad. Hogy kell, bele is köpök, jobban tapadjon. Nagyon hideg. Ú, de rossz. Hát, ez... Felejtsd el. Szembeszél. Igen, pont ez. El lehet látni a szembeszelet, nem? Na? És? Ú, ez rosszabb. Jó, már csak egy-egy dobás van. Még van egy. Még egy dobás van. Figyelj. Figyelj. Bemelegszünk. Alatt van egy srác, amúgy most mondom, hogy van egy kapus, aki nem kidobja, nem kiüti a labdát, ja. És kb. Ilyen 60 méterre tudja. Iráni vagy valami ilyesmi? Ezt fogom csinálni. De hogy fogom? Nem mered. Tessék. 32 és fél méter. Édelzott. Hát igen, azért benne. Kurva a fejó áll. Meghagyjuk. Az nem rossz. Hát... Na még egyet nézzünk, csak a ti is hármat dobtatok. Ez jó puha. Az igen. Az jó, nem? És be is megy. Viszont ez volt a Bálinté, ez az enyém, és akkor a tiéd az olyan. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, valahol. 10. Hát figyelj, 11 méter van köztünk, az... Teljesen vállalható, én farkam is 25 centi. Megmondjuk a kidobásoktól, jönnek a kirúgások kézből. Megnéztem a tutorial videót, amit annól elmagyaráztál, úgyhogy nem kell... Ja, hogy most is promózom magadat. Nem kell mondanod, hogy kell, aki nem nézte meg, annak megmutatom, hogy kell. Figyelj, hogy na, betanultad? Ja, 60-70... Azért van ennyi megtekintés, mi? Figyelj, amúgy nem fog elvenni szerintem addig. Oh. Nem is rossz! Jó. Ez elégedett vagyok. Te is így csináltad a videóban. Ugyanígy. Pontosan akkor kicsit rámentünk a pontosságra is, de mindegy. Hát de most... Igazából fussanak érte a hülyék. Oda ment, ahol dobtad, csak kihűzte. Na. Jó. Tartsuk. Nézzük. Rüstű Regyber. Ami kifér. Te nem nézted, úgy láttam a videót. Te erősebb berúgsz, mint én, nyomjad. Oh.
Figyelj, nem rossz amúgy. Nem rossz, gyorsabb volt, laposabb. Hát jó, de ez nem számít, tesó. Hamarabb odaér, tesó. Meg vagyok, egyedülre meg vagyok. Mit felejtettem azóta? Azt a kurva élet. Következő, majd teszek erőt is, jó? Szinkronba! Szinkronba, csak hogy lássa mindenki, hogy amúgy hogy kell. Na. Na, gyere akkor. Ja, hogy... Ez, Eszter. Hát az a messzebb lehet ugni. Tényleg ezt mondják. Igen. Azt hiszem, de ennyire ugye. Na. Számolhattok is. Mit számoljátok? Jó, figyelj. 3, 2, 1. Jó, de nem sokkal. Nem. Én hol volt már? Rúgtam ki 3-at, 2-0-ra vezetünk. Nézzek, ott benn is van. Hát és jó. Hát ennyi most elég. Szép volt, igen. Igazán az elsővel legyőzte? Nem, mi? Hát de, az a nem, Lippinek az elsője biztos. Nem. Azért gratulálok. Nem, vagy reflexre jobb voltál. És, ezért... és kaptál 4 rugást. Ja, annyi. Egy pluszontod is volt. Kapus a következő értékelése a kártyán a speed, és ezt úgy fogjuk kivitelezni, hogy innen Dávid fogja felívelni a labdát, és nem szabad, hogy átmenjen fölöttünk. 16-ossal fogunk indulni, és be kell érjük a labdát. 5-5 labdát fogunk kapni, majd nézzük ki a jobb. Én. Sok sikert, srácok! Melyik kapus áll be így? Micsoda? Ha ki áll be így? Hát jó, bazi! Hát hogy álljak be? Ami, majd megfordul szépen! Jó! Honnan tudod, hogy oda megy? Hát már készülök! Ja? Majdnem! Hát ez, azt se tudod, hova forogja. Hát mert ez a Jamulani volt, bazi! Jó? Megvagy? Persze! Ha elviszatában! Nem úgy van, hogy amikor elrugom? Hát jó, csak ránéztem! Nyugi, ez kapus se! Bravo! Ötödikre megvolt! Ahhoz képest egy hónapja nem rúgtam labdába azért. Nem rossz. Oda nem mentek rossz. Nagyjából. Nem rossz. Még... Meccsen is megkérdezik, nem? Kész vagy? Jó volt! Szép volt! Így tovább! Ez annyira tökéletes volt, hogy erre el se indulj. De ez a crossbar challenge-es videó. Meg kell nézni. Felvettük a jövő évit is, jó van. De amúgy közel voltál hozzá. Na, ott is egy megvan. Na. Tényleg, sokkal közelebb voltál. Áj! Mondjuk, meccs után azért rákérdeznének így reagálna, nem? Biztos, hogy nem! Így jó! Ne viszem, mert vezetünk már! Az? Az jó! Értékelhetsz minket, hogy milyen rohadt jók voltunk, de inkább ne akarom magam megalázni. Inkább mondd el azt, hogy mit kéne jobban csinálni. Nem, hát, nem minden, ne igen. Ne kezdjétek el! Na, de, az első, amit észrevettem, hogy nem tudtátok igazából merre forduljatok. Persze tényleg nehéz, mert elindulsz vissza, ugye kiszúrod, hogy az ellenfél távolról át akarja emelni fölöttetek, el kell dönteni, hogy melyik irányba fordulsz, ami nagyon nehéz, mert tényleg kevesebb, mint egy másodperced van. Tehát, jogos, aláírom. Tehát jó. Egy ideig forogtatok. Ráadásul a rúgások szerintem elég jók voltak nagyrészt. Jó, oké, okay. Ezt is aláírom. De te igazából egyszer egész simán visszaértél, nem? És hát egy jó, egész jó, de rosszul rúgtad.
Igen, nem volt a legjobb, legmagasabb, de mindkettőtöknél volt egy-egy ilyen. Úgyhogy nagyon-nagyon hasonló. Hát nem tudom, nehéz eldönteni. A tízes értékelés a 100-ból. Én azzal kiegyezek. Hát nem tudom, értékeljétek, hogy mondjuk hozzám képes, és akkor úgy napjuk. Jó, beírtam a nullát a picsába. Neked mínusz 2. Nem, hogy te kézbe megfogtad. És a következő az ez lesz, meg kell fogni kézbe, vagy ki kell ütni a labdát, mert a kapusoknak a következő értékelése a handling, hogy mennyire magabiztosak kézzel. Hát... Figyelj, jó kesztyűbe vagy, tehát arra nem foghatod. Mi ma bemelegít a gyakorlat, hogy álljál már vonalra, legalább egy lépés. Hát de azon vagyok egy lábbal. De mi, ennyire félsz a labdától? Persze. De így bármibe belenyúlsz, tuti gól. Tényleg? Persze. Jó van. Na, hát? Persze. Nem jó? Az védésnek kérdés. De ide adhatod a kezembe is. Menj már! Hallod? Menj már! Na! Megvolt! Megvolt a füle! Jó? Na, azt adom. Hát, kicsit gól lassú. Volt? Kicsit lassú. Biztos te nagyon félsz a labdától. Te is? Ja, én Lüpire gondoltam. Na jó. És a simán csak koncentrálj. Azt bravúrnak megadom. Megadom, mert rosszul is rúgtam, nem kezedbe ment. Majdnem. Pedig jó vagy, Bálin. Tessék, na! Ezzel már tuti vered Lüpit. Dehogy te mit akarsz? Mi van? Mit akarsz? Ennyi! Elfogta, visszaadja. Gondolom. Handlinget nézünk. Az szép, várjál, rugás! Rugással is bajok vannak. Gyere! Rugás! Egyet rugjál ide! Na! Ez a... rossz hangja volt! Nem fél ujjon fáj! Na, ez ott volt mellett. Persze. Na! Lábon kell rúgni, és jó! Mondjuk a handlinghez nem sok köze van. Ezt a következő 5 évben használhatod. Szerintem ez 5 év múlva is ugyanilyen szép tiszta lesz, ugye rajta múlik. Te kezdjük még visszaviheted, mert ez nem lett koszor. Ja, ez nem lett koszor. Garancia még most is erre. Most meg... Tessék. Semmi gond. Menj már. Hoppa. Tessék, teljesen. Hú, az a bazdnek! Fájt is? Fáj! Nem. Hát, óriási bravúr! Azt kérem, hogy visszanézd, hogy vonalon belül ért el. Minusz két hobban jelent. Oké, natáva, izomba. Jó, hát Lipi is kapott egy keményet. Az szép volt, bazd. Lábom leszakad, érted? Umbit. Ilyen volt. Francsiak a izé tászta, így végig a kezem. Menj már. Nagyon. Menj már. Az hát. Az. Oh, yeah. Tényleg. Lifinél engedjük el ezt a kategóriát. Én amúgy egy kis pályázom, tehát ott ugye ilyekkor a kapufa, tudod? Ja. Babák, tudod, ilyen kis kezűek van. Hát ez... Szeretnél valamit hozzáfűzni? Én teljesen elégedett voltam. Én is, azt gondolom. Beragadtak a zsugák, magabiztos voltál. Jó, hát ne haragudj, előfordulnak. A 20-as meg, tedd már vissza a zsebedbe, amit adott a Bálint, vagy... Hát nézd meg, mit adott. Ez nekem majd is a pénzembe került. Faszom. Nem tudom, Lipinél húzzuk ki a kategóriát, úgyhogy... Nem szeretem, hogyha a kapumban a labda van. Ah, Istenem, én ezt tanultad meg tőlem csak. Mi történt? Hát én balra számítottam. Mit csináljak veled már tényleg? Oh! A láb között akartam! Tedd le magad! Tedd le magad! Tuti valami trükk jön. Bocs!
Nem az könnyű volt. Megnézzük, ő mit akar. Szép! Annyi! Hát, Lipi, melegben vagy amúgy, esküszöm. Még egyet, most ezzel berúgjátok. Igen, hasonlított. Gyere, mert nincs még az akciónak. Nem menne elég, kapufa volt. Ja? De a személyi sérülésük fennáll. Ajaj! Ez szép, majdnem kapus mozdulat volt. Védés! Védés! Figyelj, egy kilépés után egyszer dobni fogom dobott labdára. Jobb oldalra, jobb lábbal kilépsz és ebből rugaszkodsz. Nem kell befutni, nem kell semmi, csak így indulsz. Tehát érdemel az, itt vagy, jössz és... Egy kilépés és dobod magad. Megpróbálom úgy dobni, hogy legyen szansz. Jó, egy kérdés, hogy esel le? Hát, az igen. Próbálj ne összetörni magad, majd úgyis rájössz, ezt nehéz. Kérdés, mit, ha akkor edzésen lennénk? Érkezünk, hogy oldalra? Hát igazából ez a lényeg, hogy ide. Na, itt jó sok hányom, ez jó lesz. Minél jobban lábra. Talon kijött. Csípődet is be tudod ütni. Azt, ami térdre! Az a legjobb! Az igen. Itt, látod, ide esek le. Gyere, amíg addig csináljuk, amíg el nem betűdsz egyszer. Normál. Amúgy nem tudom osztályozni. Vagy... Szóval, jó. Ja. Majdnem! És bravúr! Ezt már tudjuk értékelni. Hú, de szarkapusnak lenni. Mindig ez. De ez nem jó. Kipattanó! Bocs, azt hittem, reális videót forgatunk. Tessék! Vigyázz, kapufa! Azok általában voltanak. Picit támad a labdát, és nem találod el a kapufát. Na! Jó, hát a részlet kérdése, hogy kipattanod, berúgjál. Nem kívántad, mi? Szép! Figyelj, ő legalább eldobta magát. Annyi. Gyere még egyet! Jaj! Tessék! Pózer! Egy a kamerának. Hát értékeld, de mondom, én életemben először most próbáltam betűrni. Úgy néz. Olyan volt, nálad nehezebb is volt értékelni, de mondjuk vegyük úgy, hogy volt egy, amit elfogadott. Jó, volt benne védés, el is betűdés. Hát jó, de nem akartam úgy járni, mint azt hiszem 2001-ben vagy 2002-ben volt a brazil csapatkapitány, nem tudom ki volt Cafu helyett, és beállt a kapuba, és eltört a lábát egy betűdést, és azért nem ment a VB-re, azért nem lett világbajnak, mert ilyen hülye volt. De Bálint meg szerintem tök bátran eldobta magát, nekem tetszett. Így fogok értékelni majd, amikor a pontszámokhoz jutunk. Jó, hát akkor én kit is törlem a számod, ne csinálsz. Jó, hát veletek az életek még, nem? Tehát itt vagyunk a videó végén, az értékelésnél, és hát ugye Dávidon a feladat, hogy a mi értékeinket hozza. Menjünk ugye a videónak kronológiája szerint, reflex. Hát azt nagyobban hát, megállapítottuk, hogy... Igen, nagyon ezen nem kell szerintem. Igen. Most ha 80. Nekem 80 volt, nem is tudom. Nekem 73. 73. 58. Jó lesz az. Megy a névbe. Ezt nem bonyolítjuk, a többi szerintem nehezebb lesz ennél. Jó, akkor a következő volt a... Kicking. Vagy milyen távol. Kidobás, kidobás. Igen, ebben benne volt ugye a kidobás is. Így van. Talán szerintem meg picivel Lipié jobb volt. Jaja. Jó, ezt elfogadom. És szerintem a technika is, tehát a kettőből kéne összehozni, de viszont a kirúgásod is jobb volt. Ja, volt egy darab kirúgásod, amire emlékszem, hogy most a legelső, ahol nem gondolkodtál még. Igen. Igen. Most azon gondolkozom, hogy ha Ederson 93, akkor ő az, aki 75 méter tud, bár szél nélkül. Téd az volt egy több mint 60-as. Most hát akkor nekünk a fele. Nekünk a fele? 46. 46 meg, neked 46 meg 50. Jó, legyen. Jó, de jó, de jó szándékú voltam. Megelégszem, mert... olyan, mint a kettes. Oké, okay. Következő. Hogy is voltam? Speed. Beíveli. Amikor, igen, az éveli. Hát ez mind a kettő. Mindketten fogtatok egyet.
Igazából itt tényleg csak a gyorsaságot kell nézni. Igen. Neked meg egy ment be. Igen, sokból. Hát akkor, hát a kapusodnak az értékelései. Igazából a speedet kell nézni, nem az, hogy tehát itt a rugáson is ugye múlott, hogy visszaértél, nem értél vissza, de nem tudom, melyik őtök érd be simábban. És amúgy játékosok... És 64-es Ederson-é, tehát jóval lejjebbről kell indulni. Ez, igen. Mert hát 63-asra tudunk indulni. Valamit a tiéd lehet, hogy annyi. Hát de... Jó legyen, nem kell jó indulatnak lenni, hát egy 30. Igen, de egyformák voltatok teljesen? Szerintem teljesen. Hát kb. Igen. Téd az bár enyém... Bár nem rúgták le egy kapufát, úgyhogy látszott, hogy azért... Igen, ott már nagyon közel volt, ja. 29-29 visszatok hozzá. Köszönöm szépen, megállapodtam. Oké, megyünk tovább. Akkor handling volt a következő. Handling volt, hát az... Na innentől viszont lépj szerintem, de kicsit rosszabbakat fogsz kapni. Mert... Kiszállok a videónak ezen részéből. Neked olyat is kellett volna, hogy félelem. Mert például félelem 99. Fear. A fear faktor az 99. Az overall-ban lesz benne. Most voltak a light játékosok, most leszek a fear. Igen, hogy te féltél egy kicsit a labdától, Bálint viszont egy jó pár labda beragadt. Tehát, na. Kapusnak nem kell tudnia rúgni, csak fogni kell. Így van. Ennyi. Hát a lábbalábbal nem kell tudni jónak enni. Bálintnak adok egy 61-et. Littinek viszont 30-et. Jó, én amúgy együtt értek ezzel, tehát tényleg, hogy ezt nem fogom azt mondani, hogy ez nem igaz. Utána volt a positioning, az amikor rávezetés. A rávezetéssel, igen. És ott is... Nem, ott egyet, hát, többet fogtál. Mi? Hát én kifogtam egyet tőled, meg a Mátyától kettőt. És az egyik az... Jó, de a tiéd az kapufa, igen, az kapufa volt, berúgta volna utána. Ha? Igen, de jó. Nála az egyiknél tényleg olyan kapus mozdulatra hasonlító védés volt. Nem az, hát amikor benyomtam a lába közé és kihúztam a labdát. Nem, az amikor Dávid rúgta neked balra, ugye neki jobbra, és kiraktad a sarkát. Igen, azt mondom, meg egyszer ugye levette lábáról is. A Máténak, Máténak a lábáról, igen. Úgyhogy igen, itt is szerintem bármi. És már néztem a kontra lehetőséget. Jobbat is, kapni. Ja, az most ebben nem volt. Nem szerintem. Mondjuk azokkal a rúgásokkal, kirúgással szerintem. Egyszerűen nem kellett. Ederson 88-as positioning. Olyan fura, hogy nézzük Edersont, és akkor hasonlítani kell. Rüstüt kéne hozzá hasonlítani. Jó, adok egy 64-et. Oké. Okay. Azért az egy védését. 50-re gondoltam, de 64. Azért az egy. Hát. Vigyázz-e. Léti. Én nem is emlékszem, hogy ti mit csináltál. Egyetet fogtam, rárúgtad. Igen, a támaszkodódat eltáltam. Igen. Igen, bőrbe akartam, és így támaszkodott. Hát jó, de hát azt nem lehet beadni. Jó, persze, nem lehet. Sima. Hol fér alok? Hát, kicsi gyerek lábak között. Szia, 35-én megelégszem. Nem, egy 41-et ad. Köszönöm szépen. 41? Jó lesz, és most jövünk a kedvenc részemhez. Itt át is adom a lehetőséget, hogy ez a vetődések. Jó, hát... Hát, az egy 10-es. Én beírom magamnak. Azt megadjátok. Jó szándékkal egy 10-est adom. Egy 10-es, tökéletes. Igen, tehát én meg szigorúan. De, de igazából nem is vetődött. Igen. Kétszer térdre esett most. Igen. Jó, úsztam a levegőbe, tesó. És nézd meg, Ederson is csak 87-es. Ja. Nézzük is közben, hogy van-e jobb. Na, Ramsdale amúgy az a 75, az... Na. Az hogy van? Azt igen, és akkor Bálinnak kéne egyet, aki viszont elvetődött és volt. De csak egyik oldalra tudtam. Csak egy, de hát akkor elfelezzük, jó? Másik oldalra nem lövik. Nem, hát ez is 35-öt adok. Jó. De viszont kíváncsi vagyok, ha összeszámoljátok, akkor mi jön ki. Hát semmi, mert nem tudom, mennyi még voltunk, de hát szerintem amúgy, ha átlagba kéne nézni, akkor ilyen 35-40-es kapusok lennék. Hát körülbelül. Ez teljesen jó. De figyelj, ma kezdtétek, hát tehát... Teljesen jó. Figyelj, itt van pont Ramsdale. Nézd meg, FIFA 22, 74, 23, 82. Jövőre meg is felvesszük. Duplázni fogunk. Esküszöm, gyakorolni fogom. Nem, fogom gyakorolni.
Na jó, van, még egyszer köszi szépen, hogy itt voltál. Egyébként volt srácok, örülök, hogy leteszteljettelek. Így van, amúgy a videó nem így lett volna, hanem várjuk innen is Demjén Patrikot, hogy eljöjjön és Dávid ellen versenyezzen együtt. Igen, remélem, hogy legközelebb Patrik kiász ellenem. Viccet vére, jobbulást a sérülésből, de legközelebb Budán, akkor egyenét jövőre. Kövessétek be Dávidot is. Don't wanna complicate you, complicate you.